Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a mai sportágunk az atlétika. Krizsán Szénia van itt velünk, Európa-bajnoki bronzérmes 7 próbázó, és Szabó Dezső olimpiai negyedik helyezett 10 próbázó, egyben Szénia edzője. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Amikor legutóbb beszélgettünk, Szénia, ott hagytuk abba, hogy akkor most jönnek az edzőtáborok, a felkészülés, remélhetőleg minden rendben lesz, de nem utaztatok el melegebb éghajlatra, ami ilyenkor azért jól tud jönni. Így van, mi maradtunk itthon Magyarországon, 4 hetet voltunk Székesfehérváron, illetve 1 hetet Tatán készültünk, és igazából mindent meg tudtunk oldani, szerintem, amit kint is megoldhattunk volna. Most az időjárás annyira nem kedvezett nekünk, de szerencsére a fedett pályás létesítmények miatt azért megoldható volt minden edzés. Dezső, arról kérdeznélek, hogy mi a különbség a között, hogyha mondjuk egy 5 hetet egy meleg helyen tölt el a sportoló, vagy pedig mondjuk hűvösben fedett pályán, mert hogy nagyon jól emlékszem a te pályafutásodra, hogy te elképesztően érzékeny voltál erre, fedett pályán nem is nagyon indultál, mert hogy az izmaid annyira másképp reagáltak a hidegre, mint a melegre, szóval ilyenkor mi az, ami miatt jó elmenni melegbe? Hát mindenképpen az első az időjárás. A második az, hogy igazán teljesen más környezet, más nyelv, mások a szagok, minden más. Más a regeneráció. Edzőtáborban általában ott van a masszőr. Most azért nehezebb volt összeegyeztetni, mert mindenki hol formiába ment, hol elmentek a dobok Ciprusra. Most úgy nehezebb volt, és velük meg mentek természetesen a masszőrök. És nem akartatok elmenni ti is formiába, ahová többiek végül elmentek? Vagy hát a jó része a magyar atlétikának elment? Hát nekünk először a terv az volt, hogy Dél-Afrikába menjünk. Aha. Ott 30 fok fölötti állandó hőmérséklet van. Az nem sikerült, oda nem engedtek be, igen, a Covid miatt. Utána az volt a terv, hogy elmenjünk Montegordóba, Dél-Portugáliába. Sajnos az utolsó pillanatban azt is lezárták, és akkor maradt formia. Úgy volt, hogy kimegyünk formiába, csak aztán annyi atléta ment ki, azt hiszem 67 ember, hogy egy kis kupaktanácsot tartottam edzésen, és azt mondták a gyerekek, hogy inkább maradjunk itthon. Főbb a biztonság. Így van. Ez a sok változás egyébként, azzal együtt, hogy neked van olimpiai szinted, ami egy nagyon fontos tényező ebben a dologban, szóval ez a napról napra mindig minden más dolog, ez téged mennyire visel meg? Egyáltalán nem egyébként. Tehát ez az edzőtáborozás, oké, hogy ez megyünk vagy nem megyünk, ez kicsit furcsa volt, hogy most pakoljak a bőröndbe, vagy ne pakoljak, de szerencsére egyáltalán nem. Tehát a biztos az volt tényleg, hogy itthon maradunk, megoldunk mindent, és természetesen a legfőbb ugye az olimpia, ami azért még messzebb van, de tényleg sikerült. Szerintem mindent megoldanunk. Messze van, és ugyanakkor mégis olyan közel, és már a budapesti világbajnokságról is beszélünk, ami 2023-ban lesz majd a fővárosunkban. Dezső, te, aki EB ezüstérmes voltál, olimpiai negyedik helyezett voltál, azok között, az atléták között, akik a legjobban tudtak gondolkodni a sportban. Mi az, amit Széninek át tudsz adni ebből? Mire gondolsz? A mentális részről, amiben te nagyon erős voltál. Hát én el tudom neki mondani, hogy nekem mire kellett gondolnom, mi segített a bizonyos helyzetekben, szituációkban. Mert azért több próbában sok olyan helyzet lehet, ami egy egyszámos versenyzőnél ritkább. Tehát itt egyszerűen észnél kell lenni sokkal jobban, mint egy-egy számos versenyzőnél, mert van 5 szám nekünk a 10 próbában az első nap, Széninek is 4 szám, és ott, ha megváltozik egy időrend, jön egy eső, szünet, vagy bármi, akkor tartani kell az embernek a lelket, nem lehet leengedni. Következő számra hogy kell koncentrálni, mikor kell kikapcsolni, mert sajnos ugyanúgy, mint a számítógép, fölmelegszik, ki kell kapcsolni, ugyanúgy az emberi agyat is. És ez egyáltalán nem egy könnyű dolog, főleg, ha valaki egy pörgős versenyző. Széni, az olimpiával kapcsolatban az, hogy a fedett pályás Európa-bajnokságon sikerült bronzérmet szerezned, az mennyire számít sokat önbizalomban, hozzáállásban, magabiztosságban, hitben? Számít egyébként. Talán egy kis önbizalmat is ad, és hogy az, hogy én is odaérhettem egy ilyen világeseményen a legjobbak közé, természetesen hitet is ad, hogy ez esetleg máskor is lehetséges lesz.
Dezső, az, hogy Nemes Rita csatlakozott hozzátok, hogy Gulyán Anasztázia révén van világklasszis távolugró a csoportban, tehát hogy csoport van, az mennyire számít sokat a versenyzők szempontjából? Szerintem nagyon-nagyon fontos. Tehát ez, itt látják egymást úgy küzdeni és úgy koncentrálni, ami egy a legfontosabb dolog szerintem. Van versengés edzésen? Hát biztos, hogy van, tehát vannak olyan résztávok, igen, amit nem nagyon szeretnek résztávok, amikor 800 méterre készülünk, akkor látom, hogy azért ott azért összeszedik magukat, vagy csak egyszerűen egy súlylökésnél, vagy egy golyódobásnál látom, hogy össze kell kapniuk magukat. A lehetőség, hogy 2023-ban hazai pályán lehessen világbajnokságon indulni, az mit mozgat meg az atlétában? Hát, hogyha csak így kimondod is, akkor is libabőrös leszek, mert tényleg én már versenyeztem nagy közönség előtt, és mivel a más nyelv miatt azért nem nagyon érti az egészet a sportoló, vagy hát ugye a külföldi sportoló. Úgyhogy elképzelni sem tudom, hogy egy magyar közönség előtt milyen lehet, amikor azért többnyire érteni fogjuk, hogy kinek, és tudjuk is, hogy kiknek fognak szurkolni, remélhetőleg ugye többségben a magyar szurkolók. Úgyhogy hát félelmetes egyben, de iszonyatosan várja szerintem minden atléta. Ebben a nagyon kiszolgáltatott, bizonytalan világban mennyire számít az sokat, hogy azért lehet előre gondolkozni 23-ig, úgyhogy most 21 van, tehát legalább 2 évet lehet biztonságban előre gondolkodni a VB miatt? Ez nagyon fontos szerintem, mert hogyha valaki magas szinten műveli a saját foglalkozását, akkor annak az alapfeltétele, hogy nyugodt legyen. Tehát tervezhető legyen minden. Én hiszek abban, hogy mindent meg kell tervezni előre. Mert akkor tudunk végigmenni azon az úton, és elérni a célunkat, hogyha nyugodtan lehet felkészülni. Tehát nem az van, hogy most nem is tudjuk, hogy mi fog történni, mint tavaly. Sajnos tavaly nagyon nehéz évünk volt. Tehát nem elmaradtak a versenyek, és most azért, hogy vannak versenyek, itt sokkal könnyebb minden. A te pályafutásodra mennyire volt jellemző egyébként, vagy különböző szakaszaiban mennyire volt jellemző, hogy nyugodtan, tervezhetően lehetett a sportágat csinálni? Én úgy érzem, hogy nekem Fejér Zoli bácsi az edzőm, ő megteremtette azt a nyugodt légkört edzésen, és ő mindent, amit tudott, megtett nekünk, hogy nyugodtan készülhessünk. Nekem inkább a sérülések adta problémák, okoztak gondot, tehát akkor nem tudtam, hogy mi lesz. Széni, mi az, mindig elmondod az idény végén, hogy szeretnél a következő évre egy kicsit fejlődni ebben abban. Mi az, amit most úgy érzel, hogy sikerült előrelépni? Igazából fizikálisan nagyon jól érzem magam, úgyhogy reménykedem, hogy a futószámok azok jó időeredményt hoznak majd. Ugye az edzéseken úgy érzem, az edzés eredmények azt mutatják, hogy bizakodhatunk ebben, illetve a távolugrásban várom igazából a kicsit kiugróbb eredményt, ugye még nem nagyon sikerült így világverseny közben olyan hatalmasat ugranom, sőt nagyon egyéni csúcsot se, úgyhogy talán a távolugrás mondanám a legjobban. Mi az első próbaverseny? Most volt a CB az első verseny, de hát igazán a gátfutása nagyon jól sikerült a Széninek, tehát azzal nagyon elégedett vagyok. Távolugrás nem, mert szembeszélbe ugrottunk, de lehetett látni azért a technikai dolgokat lehet látni, és ott úgy érzem, hogy jó haladunk. Súlylökés volt, meg gerelyhajítás, az is körülbelül, ami edzésen megtörtént, az történt a versenyen. És a futás? A gát azért volt jó, mert nem, tényleg... a hosszú futás. Ja, a hosszú futás. Tudod, nekem hát az a mumusom. Igen. Hát azt nem erőltettem, mert ismerem, hogy a Széni se annyira szereti. Mi lesz még az olimpiáig? Indulsz 7 próbában, vagy már csak a különböző számokat kell majd csiszolgatni? Így van, Götzisben még elindulok. Úgyhogy az az első számú verseny most, mármint az olimpia előtt. Utána egy-egy egyéni számban fogok még versenyezni, ez egy kis főpróba egyébként. Nagyon-nagyon szurkolunk nektek, és köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk egy kicsit beszélgetni. Köszönjük. A kedves nézőknek köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra!